Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a 2022-23-as bajnoki évad előtti, első mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. A meghívóban úgy szerepelt, ugye, hogy Dragán Bukmir, a DVTK vezetőjegyzője is részt vesz ezen a mai rendezvényen, azonban sajnos egy tragikus haláleset miatt haza kellett utaznia Szerbiába. Nem vagyok arra felhatalmazva, hogy elmondjam, hogy pontosan mi történt, úgyhogy arra kérem a sajtó munkatársait, hogy ezt tartsák tiszteletben. Dragán a mai napon nem elérhető. Úgyhogy dr. Bajusz Endre, a DVTK szakmai vezetője, és Hegedűs János, a csapat kapitánya várja majd a kérdéseket. Nekem szokás szerint egy bevezető kérdésem lenne, mind a kettőtök végül is ugyanaz. A saját szemszögetekből, a saját feladataitokat nézve, hogyan értékelitek az elmúlt bő két hónap munkáját? Endre. Jó napot kívánok. Kicsit közelebb, hogyha lehet. Közelebb üljek? Jó. Az előző szezonhoz képest jelentős átalakuláson ment végbe a csapat. Azt gondoltuk, hogy a keretet teljesen át kell alakítani. Tehát amellett, hogy az előző szezonból itt maradt játékosoktól el kellett köszönnünk, ezt a vezetőedzővel átbeszéltük, szerződéseket bontottunk, kölcsön adtunk játékosokat, azt elmondhatom, hogy 18 távozó volt a csapatnál. És egy időben természetesen el kellett az új játékosokat is fel kellett keresni, elkezdődtek a megbeszélések. És 10 olyan játékos sikerült leigazolnunk, aki egybevág a koncepciónkkal. Tehát a védelemben olyan hiányposztra igazoltunk, ami a tavalyi évben nem volt megfelelő. A középpálya teljesen átalakult, és a csatásokban pedig olyan játékosokat hoztunk, hogy nagyobb legyen a variációs lehetősége a vezetőedzőnek. Azt gondolom, hogy gyors, sokat futó csapatunk lesz ebben az idényben, ezt bizonyították a felkészülési mérkőzéseken is. Én úgy gondolom, hogy az első másfél hetünk volt igazából pihenő. A többit azt egyéni programokkal végeztük, majdnem minden nap, vagy ha nem is minden nap, akkor minden második nap futást végeztünk otthon. Szóval egy viszonylag jó állapotban érkeztünk már a felkészülés kezdetére, ahol szintén elég kemény felkészülésen vagyunk túl. Én úgy érzem, hogy ez eredményekben is meglátszott. Szokták mondani, hogy nem számít az edzőmeccseken elért eredmény, de én úgy gondolom, hogy ez fog erőt adni a csapatnak, és a szurkolóknak is egy kicsit bizakodó az, hogy 5 meccsből 4-et megnyertünk. Köszönöm szépen, és akkor várjuk a kérdéseket. Ki szeretne kezdeni? Én azt szeretném kérdezni Bajusz úrtól kezdésképpen, hogy ugye Vicián Ádám és Szűcs Kornélük azt hiszem egy edzőmeccsen sem tudtak részt venni az első csapattal. Abban az esetben sem várható mi érkező, hogyha tegyük fel adott esetben még valaki kiesne a csapatból a elkövetkezendő hetekben? Sajnálatos módon a Vicián Ádám érkezésekor átesett az orvosi vizsgálaton, teljesen rendben volt fizikálisan, egészségügyileg. És az első héten volt egy ilyen bokaszalag, részleges bokaszalag szakadás, vagy ínszalag húzódása, ami alapján később kezdte el a felkészülést. De már átesett a rehabilitációs és a fizioterápiás kezeléseken, és a csapattal egyszer. Tehát az Ádámnak még egy-két hét, és ugyanúgy hasznos tagja lesz a csapatnak, tehát ott nem gondolkodunk. A Kornél is már a csapattal ez szerintem a jövő héten, tehát hogy nem merült fel, hogy újabb igazolás fog történni a védelemben. Távozó várható még egyébként? Távozó a keret, akikkel a felkészülést elkezdtük, abból a keretből nem. Tehát vannak olyan játékosaink, akik az NB3-ban szerepelnek, ott természetesen ők várjuk, hogy távozzanak. Azt megkérdeztem még, hogy volt olyan játékos, aki azért távozott Diós Györgyből, mert nem fogadta el az új szerződést, ezt a teljesítmény alapú bérezéses megoldást? Nem, valójában azt megelőztük, mert voltak hosszú megbeszélések az előző szezonból maradt játékosokkal. Menedzsereken keresztül sokat beszéltünk, átbeszéltük, és végül is arra jutottunk, ezt így ki is jelenthetem, itt van csapatkapitány is, Hege, hogy a csapat egy új premizálási rendszerben megy bele. Tehát
azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a csapatra, mert végre egy olyan csapat van, aki a teljesítmény alapú bérezés vagy jutalomra fog majd átállni. Tehát ha megvan a feljutás, vagy megvan a cél elérése, akkor fogják a jutalmat megkapni a végén. Azt szeretném még megkérdezni, hogy ha jól tudom, ugye most nincs csapatnál sportigazgató, de kvázi te látod el ezt a posztot. Kikkel tudsz konzultálni, amikor valakit megpróbál a csapat leigazolni? Milyen team dolgozik ezen? Van egy kialakult scout rendszerünk. A scoutokkal szoktam elsősorban felvenni a kapcsolatot, miután a vezetőedzővel átbeszéljük, hogy milyen típusú játékos kell neki. Tehát valójában a vezetőedző az, aki nap mint nap együtt van a játékosokkal, ő tudja, hogy hol van hiányposzt, hova kell igazolni, milyen típusú játékosokkal tudja elérni a célt. Tehát ezt átbeszéljük, és ezeket az információkat átadom, vagy én is keresem a játékosokat a piacon. Tehát közösen dolgozunk azon, hogy a legoptimálisabb játékost tudjuk idehozni. Most elég szűk volt a piac, mert Magyarországon a MLS szabályzatok alapján az M1-es csapatoknál is már fiatalkorú játékosokat kell szerepeltetni. Ezzel is szűkült a piacunk, mert mivel mi csak magyar játékosokat tudunk igazolni. Tehát nem panaszkodásul, mert jó igazolásaink lettek szerencsére, tehát sikerült a legjobbakat időben idehozni a csapathoz, mert a felkészülést már, szerintem a felkészülést a mostani keretnek a 90%-ával tudta elkezdeni a vezetőedző. Nem úgy volt, hogy július végén hoztunk valakit. Tehát... Hosszú távon az nem lehet egyébként hátrány, hogy teljesen lemondtunk a légiósokról, legalábbis MB2-ben? Jó kérdés. A tulajdonos úrral a Vasas mérkőzés után egyeztettem, és kérdezte, hogy Endre, tehát hogy mi minden NB1-es csapat ellen jól szerepeltünk, tehát hogy ez egy valós kép nekem, tehát hogy mit gondolsz erről, és azt mondtam neki, hogy valószínűleg nem sokat kell jövőre változtatnunk a kereten, 1-2-3 játékossal kell erősíteni, vagy 4-en, ezt majd kiderül még. De nagyon ott vagyunk a határon, hogy az MB2 és az MB1 között mozgunk most ezzel a kerettel. Annyit szeretnénk kérdezni, hogy szerinted minden tavalyi nagyobb hibát sikerült kiküszöbölni most a nyári felkészülés alatt? Gondolok itt például erőnlét kérdésére. Nem hallottam, bocsánat. Hogy úgy gondolod-e, hogy sikerült minden komolyabb tavalyi hiányosságot kiküszöbölni? Például az erőnlét kérdését. Ezt még nem említettem, hogy a játékos kereten kívül még a stábban is óriási mozgás volt. Tehát a vezető edzőn és a kapus edzőn kívül asszisztens edző, videóellemző, erőnléti edző érkezett. Én részt veszek az edzéseken, sokat beszélek a vezető edzővel. Én azt gondolom, hogy sikerül korrigálni ezeket a hibákat. Köszönöm. Ha lehet, kezdjük rögtön a legelején, az alapoknál. Mik a célok ebben a bajnokságban? A cél a feljutás. Tehát a Diósgyőrnek mindig is az NB1-ben volt a helye, és NB1-ben a helye. Tehát a játékosok leigazolásakor is ezt mind hangoztattuk. Tehát olyan játékosokat akartunk idehozni, akik képesek arra, hogy feljuttassák a csapatot. Más nem is lehet a cél. Tehát úgy építettük fel a prémium rendszert, úgy edzünk, olyan a csapat kerete, ami alkalmas arra, hogy feljussunk az első osztályba. A keretről már beszéltünk, és Janitól kérdezem ezt inkább, de mert ha jól értettem, a szavaiból azt mondtad, hogy a keret az készen áll a bajnokságra. Jani, a csapat, illetve a játékosok készen állnak-e a bajnokságra? Én teljes mértékben úgy érzem, hogy igen. Elvégeztük azt a munkát, amit kellett, illetve az előző kérdésedre én is annyit válaszolnék itt a céllal kapcsolatban, hogy a cél az nekünk az első hely, az elvárás pedig a feljutás, szóval, hogy itt ezt külön tudjuk venni. Megcélozzuk azt, hogy elsőként jussunk fel, nyilván tudjuk azt, és nem leszünk szomorúak, hogyha második helyen, de a legfontosabb az, hogy az első osztályba kerüljünk, illetve úgy érzem, hogy teljes mértékben, 100%-ban elvégeztük azt, amit kellett, és még egyszer csak azt tudom mondani, ami visszaigazolás, hogy a mérkőzéseken, amiket játszottunk első osztályú csapatok ellen, akkor még a 90. percben is sokan úgy éreztük, hogy még mindig tudnánk menni, akár még lehetne még egy fél idő, úgyhogy úgy érzem, hogy erőnléti állapottal biztos, hogy nem lesz probléma. Az más kérdés, hogy hogy töltjük meg ezt tartalommal. Milyen a hangulat most az öltözőben? Hogy néz ki a csapat?
teljes mértékben pozitív, nagyon jó hangulat, illetve azt azért hozzá kell tenni, hogy amikor munka van, akkor komolyság van, és nyilván vannak szabályok, amiket a mester kér tőlünk, és ezt muszáj is betartani, én úgy gondolom. Mert hogyha ez nincs meg, akkor elmegy egy ilyen bohóckodásba ez a dolog, és az nem biztos, hogy pozitív, de a hangulat az teljes mértékben rendben van. Ezt pedig mind a kettőtöktől kérdezem egymás után, kezdjük Janival akkor. Szerinted kik lesznek a vetélytársak a céljaink elérésében? Hát tavaly is volt hasonló kérdés talán Polgár Kristóftól, de nem nagyon szeretek én így másokról beszélni, vagy hát én igazából annak a híve vagyok, hogy beszéljünk saját magunkról, vagy először teljesítsünk és utána beszéljünk, mert nem biztos, hogy jól néz ki, hogyha előre ígérgetünk. Most jelen esetben nem ígérgetésről van szó, hanem volt másik csapatnak az edzője, aki lenyilatkozta, hogy kik a legnagyobb riválisuk a bajnokságban, miért nem szeretnénk, mi szépen csináljuk a dolgunkat, aztán majd a szezon végén meglátjuk, hogy ki volt az, vagy ki lesz az. Utána Endre, mersz-e valamit mondani? Ezt hozzá nem tudok tenni. Teljesen egyet értek ezzel. Mikrofon nélkül is menne, de akkor próbálkozunk ezzel. Hogy engem az érdekelne, és elsősorban ezt Endrétől kérdezném, hogy tehát hogyan lettél te a DVTK-nak a szakmai vezetője? Tehát, hogy régóta készültél erre, vagy honnan jött ez a váltás a te életedben? Mert ugye tudjuk, hogy eddig nem erről szólt a munkásságod. Igen, tehát valójában a vezetőedző érkezése után tavaly, ott valójában sokat beszélgettünk vele, sokat beszélgettünk a vezetőséggel, hogyan lehetne segíteni a csapaton, mi történt a tavalyi esztendőben, elemeztük a hibákat, és azt gondolom, hogy egy olyan kapcsolat alakult ki vezetőedzővel és itt a vezetőséggel, hogy én szakmailag nem szólok bele a vezetőedző munkájába, viszont segíteni tudom a munkáját. Tehát adminisztrációk, a játékosokkal történő egyeztetés, a szerződések előkészítése, sorolhatnám még a többit is. Én azt gondolom, hogy mi egy csapatban dolgozunk, amivel kiegészítjük egymást, és így tudunk sikerre majd, így tudjuk a célt elérni majd. És tulajdonképpen téged felkértek erre? Tehát, hogy így ez úgy, magát adta, vagy a helyzet azt mondom, így hogy magát adta, alakult? Tehát, hogy ez így kialakult folyamatában. Hát az első átigazolási szezon mennyire volt más ez a nyár, mint mondjuk az elmúlt öt, amikor nem kellett ilyen csapat körül, ilyen kvázi ilyen sportigazgatói feladatokat ellátni? Tisztában voltam a feladattal, mert tudtuk, hogy óriási lesz a fluktuáció. Ahogy említettem is, hogy 18 játékossal kellett tárgyalni a távozásról, közben 10 játékos érkezett, viszont ez a 10 játékos nem úgy néz ki, hogy 10 játékossal az elejétől felveszik a kapcsolatot és végigviszik a folyamatot, hanem legalább 50-70 játékos kellett megvizsgálni, és ezek közül kiszűrni, kik azok a játékosok, akik képbe jöhetnek valójában a csapatnál. Tehát óriási munka volt, ugyanúgy az edző részéről, a scout rendszer hálózat részéről is, de csapatként működött az egész. Úgyhogy mennyinél jár a transferek egyenlege, hogy pluszban vagy mínuszban van a DVTK itt az átigazolási szezonban? Azt gondolom, hogy a cél is ezzel megvalósult. Volt egy keretösszeg, nem léptük túl a keretösszeget, azt gondolom, hogy a keret is kisebb, mint a tavalyi, ez is tudatos, viszont ez alapján a bér költsége, a havi bér kifizetés költség is csökkent a tavalyihoz képest. Engem ez meglep, mert én nekem valahogy eddig úgy tűnt, hogy leginkább nem élő szerződésű labdarúgókra úsztatok és olyanokat szereztetek meg, hanem akkor ezek szerint van olyan is, aki
nem szabadon igazolhatóként került ide? Végignézve... Jó kérdés, szerintem nincs, akit ki kellett volna vásárolni, senki. Mind szabadon igazolható játékos volt. Jó, csak azért, mert akkor megmaradt a keret, nem? Tehát akkor még lehet költeni, még akár élő szerződésű labdarúgót is lehet. Lehet, de már említettem, a keret az tudatosan kisebb, mint a tavaly. Tehát azt gondoljuk, hogy akkor tudunk jól együttműködni, hogyha 23-24 fővel dolgozunk együtt. Tehát ez az optimális. Tehát az arány is meg kell, hogy legyen, az idősek fiatalok között ugyanúgy a számban is meg kell, hogy legyen. Tehát ez egy tudatos dolog. Elégedett vagy az igazolásokkal, tehát az 50-70 labdarúgót említettél, és a végén 10 került ide, tehát hogy minőségében jók. Nyilván vannak olyanok, akik elszálltak, elmentek, akiket szeretetek volna, hogy mennyi ilyen van jellemzően? Hát ezt most így nem tudom megmondani fejből. Tehát nagyon nagy a mozgás, tehát ez egy igazi piac. Tehát délelőtt felkel az ember, és délben már 3 másik név van a fejében, és délután, mikor lefekszik, már 8 nem is tudja, hogy reggel kit említettek neki. Tehát hogy annyira intenzív ez az időszak, hogy engem is meglepett, de valójában sokat tanultunk belőle. Oké, köszönöm. Jánostól is kérdeznék, hogyha szabad. Igazából azt, hogy ez a Siófok elleni meccs azért itt van a nyakatokon, meg a klubnak a nyakán. Kezdődik a szezon, és ettől a konkrét meccstől te mit vársz? Te mennyit tudtok a Siófokról, vagy kell-e tudni egyáltalán róla valamit, vagy elég azt tudni, hogy ti mit akartok játszani, és akkor azt szépen lezongorázni, és akkor majd valami kijön belőle, de mi jön neki, és mi a cél? Elsősorban a szurkolókról beszélnék, az, hogy tavaly én úgy gondolom, hogy megtöltötték a vendégszektort, és ha jól tudom, akkor most is akár még több szurkoló is várható. Ezúton szeretném is megkérni minden Diósgyőr kötődésüt, hogy látogasson ki a mérkőzésre, hogyha teheti, nagyon nagy szükségünk van rájuk. Illetve hát teljes mértékben feltérképeztük a Siófokot, a stáb felkészített minket minden esetőségre, és mind minden meccsre itt az NB2-ben 3 pontért utazunk. Hát ez az utolsó, már egyet még Jánostól, hogy így, tehát hogy valamennyire azért itt lehetett hallani azt, hogy volt érdeklődés irántad, konkrétan Mezőkövesdről is, és az NB1-be hívtak, és mégis vagy, hogy mi az oka annak, hogy maradtál, vagy tényleg volt-e ilyen, mennyire volt ennek esélye ennek a klubváltásnak? Hát én úgy gondolom, hogy az internet sokszor többet tud, mint maga a játékos. 2 hétig nem edzettem a csapattal kisebb sérülés miatt, és egyből mentek a találgatások. Kint végeztem a futómunkát, beérkeztem, és a telefonomon nagyon sok nem fogadott hívás és gratuláció érkezett. Nem nagyon értettem, aztán felmentem egy-két oldalra, ahol láttam, hogy már tényként közlik azt, hogy én távoztam, úgyhogy meglepetésként ért, hiszen nem nagyon tudtam így a dolgokról. Aztán utána leültünk az Endrével, és megbeszéltük, hogy mégis mi lehetett ennek az oka, vagy hogy történhetett ez az egész. De én úgy gondolom, hogy hétvégén itt van a bajnokság, nem nagyon kell most már mással foglalkozni, ahogy elmondta az Endre is, hogy kész van a keretünk, úgyhogy csak a vasárnapi mérkőzés a fontos, semmi más. Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor egyén interjút kérte az M4 Sport Televízió. Megbeszéljük, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Várunk mindenket az egész szezonban, de elsősorban a Siófokon, úgyhogy hajrá, Diósgyőr! Köszönjük!